Sziasztok emberek! A mai videóban be fogom nektek mutatni a... Gondolom a címéből már rájöttetek. A Netherbe van egy ilyen fa. Ezt mindjárt megmutatom nektek, ezt a fát. Egyébként ez az első mobszos részem, amiben beszélek is, nem csak így megy a zene, és akkor hú de menő, hogy ide-oda ugrálgatok. Mindjárt megmutatom, hol van az a hely. Egy. Az. Na szóval. Itt ez a fa, ugyebár. Erre a fára sehogy nem lehet fölmenni már, mint rengeteg ember nem tudja, hogy hogyan lehet fölmenni. Főleg ide a tetejére, nem. Ugye itt van egy perem, ezt nem tudom, tudtátok-e, ha távolabbról megnézzük, látszik is, hogy így itt van egy perem, ahol így, így szépen följön az ember, ott körbe, itt át, és benn van az őrlángoknál. Az őrlángok dombnak egyébként ilyen nagyon különleges diakardot, de ez már nem fontos. Itt hátul van egyébként egy chest. Ez se nagyon számít. Azzal kapcsolatban, amit viszont láttok a képernyőn a Minecrafton kívül, mert ugyebár láttok egy-két olyan dolgot, például most is. Aki kommentbe ilyeneket ír, az ki lesz dobva. Jó, tehát akkor ugye, hogy hogyan lehet ide szerezni egy ilyen, hát, cuccost. Mármint, hogy hogyan lehet oda feljutni. És kicsit most így össze vagyok zavarodva. Remélem, hogy azért egyébként nem fogok bant kapni most, hogy így nyilvánosságra lett hozva a dolog. Jó, akkor először is ugye, hogy oda feljussunk, kell nekünk magasugrás poti. Ezt mindjárt megmutatom, hol van, hol található ez a magasugrás poti. Most így lazán elugrálunk oda. Át kell menni itt a Enderman mezőn. De egyébként tényleg, tehát most szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki hackkel itt ezen a szerveren, szerintem úgy kb. A fél szerver hackkel, de ez nem lényeges, nem erről szól a videó, hogy hogyan hackkelem szét a Legendary MC-t, hanem arról, hogy hogyan lehet feljutni a Nether fa tetejére. Jó. Még egyszer mondom, tehát aki ezzel kapcsolatban akármit is ír, az ki lesz téve a csatornáról, és nem fogok vele foglalkozni. Na. Szóval ide feljutottunk a slime-okhoz, most láttátok gondolom az útvonalat, majd lekövetitek ti is. Itt most, ha sokáig itt vagyunk, akkor fognak slime-ok spawnolni. Igen, majd itt is van. Van egy olyan fajta tárgy, ez nemrég jött be a szerverbe, az a neve, hogy plutónium. Ez a plutónium egyébként egy küldetés tárgy, mellesleg elárulom, hogy sokkal érdemesebb inkább nyálkagolyót gyűjteni, mint plutóniumot. A lényeg az, hogy egy ilyen tárgyat kell szereznünk. Látjátok, magasugrás 3 perc. Jó, ezt most félredobáljuk a dolgokat. Jó, tehát egy ilyen tárgyat kell szereznünk, egy ilyen plutóniumot. Jó, akkor most menjünk a spawnra. Tehát még egyszer mondom, ha még ha nem is olyan lesz, hogy büdös hacker meg ilyesmi, hanem az, hogy elküldöd a letöltési linkjét a hacknek, még azt is ki fogom dobni, mert elárulom, hogy tényleg nem ez a lényege. Ezt légy szíves, hagyjátok, jó? Ezt a témát, ezt így semmit, tehát ezzel kapcsolatban semmit nem akarok meglátni a komment szekcióba. Na, akkor most visszamegyünk oda a fához. Annyi lett itt a magma cube, hogy az beszarás. Egyébként higgyetek el, hogy ám nem olyan könnyű ám az élet így se, hogy killaurázok meg hasonló. Tehát azért tényleg így se könnyű. Tehát itt is kell taktikázni, ugyanúgy. Ugyanúgy hátranyomás, reflexek, itt is ugyanúgy kell, hiába az van, hogy ütök mindenkit magam körül. Jó, és akkor most vagy megtörténik videóba, vagy nem. Oda át kell ugrani. Arra a blokkra. Úgyhogy most megisztuk ezt a plutóniumot. Eldobjuk az üveget nagy rajon, és hopp! Yes! Na itt is vagyunk. Akkor, hogyan tudunk tovább? Hogy hogyan van tovább? Feljövünk itt erre. Itt óvatosan végig manőverkedjük magunkat.
Egy, oké, jó. Most felugrunk ide. És... ja nem. Ide, átugrunk, így. Erre a kis blokkra felállunk, és mivel mi egy fél blokkon állunk, ezért erre a blokkra is elvileg fel tudunk ugrani. Elvileg. Ja nem, ide. Ide felugrunk, oké, ez is megvolt. És akkor most innen még egyel tovább kell mennünk. Az pedig itt lesz, ezen a ponton. Itt. Na, azt a fight-ot azt már megnézzük. Ez a gyerek hogy fog küzdeni. Ha, eltépézett. Jó, tehát akkor ráállunk erre a félblokkra. Itt így körülbelül remélem be tudjátok menni, és hopp, egy ugrással ide följutottunk. Hát emberek, itt is vagyunk a csúcson. Ennyi lett volna a nedörös fa. Feljutottunk ide a tetejére. Mellesleg, ha már itt vagyok... Te nem az volt, hogy 3 perces? Na mindegy, jó van. Annál jobb. Tehát most ide mi feljutottunk, és akkor hú de rajok vagyunk. Na de, a lejárat az, hát az sajnos csak a per spawnnal van egyelőre. Én nem tudok egyetlen egy lejárati módszert sem. Jelenleg. Oda át lehet vajon ugrani? Simán. Na, a másik hely pedig, az itt lesz ez a cucc alatt. Kikapcsolom a killórát, nem látnám szívesen, ha megtámadnának. Az itt lesz benn. Erre bemegyünk ide hátra. És látjátok, itt van ez a bomba féleség. Ez itt, ez. Na már most erre is csak erre, ezzel a cuccal lehet felugrani, ezzel a magasugrással, de hát elég könnyen. Látjátok, ennyi volt az egész. És igen, egyébként ez a magasugrás rengeteg helyre így föl lehet ugrani, és nagyon szuper kis helyeket lehet felfedezni. Az egyetlen gond, hogy csak más felet ugrik, tehát nem ugrik olyan hiper nagyot, csak úgy egy más felet köbö. Látjátok, már itt vagyok. Jó Isten, hogy kerültem én ide. Na, hát körülbelül ennyi lett volna ez a videó, mást nagyon nem is akartam benne bemutatni. Ha esetleg valaki tud még egy kettes magasugrást csinálni, hogy még dupla ennyit ugrik, az egy érdekes dolog lenne, és akkor már tényleg ki lehetne jutni szinte a mapról. Úgyhogy, ja. Sajnálom, hogy ilyen lezárása van ezeknek a videóknak, de ilyenkor már tényleg nem tudom, hogy mit mondjak. Na minden esetre, köszönöm, hogy megnéztél. Hogy kerül ide ez a nyúl, te jó Isten? Na, minden esetre köszönöm, hogy megnéztétek, és remélem tudtam vele valamennyit segíteni. Tudtam sniper spotokat mutatni nektek. Hát akkor majd találkozunk a következő videóban.